Volt, aki rutinosan rótta a köröket a paksi műjégpályán két évvel ezelőtt. Más kicsit bizonytalanul mozgott a csúszós felületen. Akkor december közepén nyitott ki a pálya, amin egyszerre több mint kétszázan is csúszkálhatnak. Hamarosan elő lehet venni ismét a korcsolyákat, ugyanis december közepére, de legkésőbb a karácsonyi iskolai szünet idejére nyitva lesz a paksi jégpálya, mondta Ulbert Sándor, a gazdasági bizottság elnöke. Mi nagyon szeretnénk azt, hogyha ki tudna nyitni, erre a képviselőtestület megszavazná, hogy ez működőképesen megnyithatjuk, és bízunk benne, hogy legkésőbb, mire az iskola szünet lesz, addigra a gyermekek is tudják használni. Az üzemeltetési költség egy szezonban mintegy 20-25 millió forint. A költségeket a jegyekből származó bevételek nem fedezik. A város azonban átvállalja a különbözetet. 20-25 millió forint, inkább a 25-höz van ez közel, ami ez kerül ennek az üzemeltetése. Ebből, ha nagyon jó ö, alakul a kihasználtsága, olyan 5 millió forint körül tudunk bevételt szerezni benne, és akkor itt van az a mínusz 20 millió. De hogyha azt nézem, hogy maga a lakosságnak a Paks városunkba, teljesen ebbe a pandémia helyzetben már mindenki egy kicsikét beleőrlődik, már olyan feszültebb lesz már mindenki, akkor mindenféleképpen meg kell azt tennünk, hogy ezt el kell indítanunk, üzemeltetnünk kell, hogy itt is kikapcsolódhassanak az emberek. A képviselők az előző testületi ülésen döntöttek, hogy 2022. január 1-től kialakítanak egy iskola orvosi körzetet, amiben az önkormányzati fenntartású óvodák és a szexádi tankerületi központ intézményei tartoznak majd. A gazdasági bizottság most arról határozott, hogy az iskola orvosi feladatok ellátását a Paksi önkormányzat által fenntartott, Paksi gyógyászati központon keresztül valósítja meg, és a szükséges forrást is rendelkezésre bocsátják. Ezeket kell átnézni az iskolákba, ezt természetesen a főigazgató úrral át fogjuk majd beszélni, hogy hol mennyit kell segíteni, mert az ő magában, ez ő hozzájuk tartozik, de hogy pontosan a keret szükséglete szerint mi kell most ahhoz íróeszköz kell, illetve irodai eszközök kellenek ahhoz, hogy ez működjön, vagy netán valamilyen orvosi eszközök is, azt ő majd el fogja mondani, és ebben természetesen a mi részünkről a segítség. Oda kell, hogy a csütörtökön tárgyal témákról jövő héten Paks képviselőtestülete dönt. Az ülést a Telepaks élőben közvetíti, december 16-án 14 órától.